Nyolc éve alapították lelkes olimpiahívők, sportemberek, üzletemberek egy majdani hazai ötkarikás játékok reményében a budapesti olimpia mozgalmat, a BOM, mint Egyesület most átalakul alapítványá, amely 35 millió forinttal startolva ösztöndíj programot hír, indít élsportoló olimpikonok számára, tehát a távlati államról gyakorlati cselekvésre váltanak. A főtitkár Bóta Kinga olimpiai ezüstérmes kajakos jön most a részletekkel. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Fél. Kinga, most az Egyesület megszüntetése az, azért egyfajta kudarc is, tehát annak a beismerése, hogy semmi realitásai hosszú távon is belátható időn belül a Magyarországi olimpiai rendezésnek? Én azt gondolom, hogy nem. Tehát a, a, a BOM egyesületnek a tagjai ugyanúgy benne vannak az alapítványban. Ez a, tehát ez a cél, ez azt gondolom, hogy csak egy időlegesen ebben a pillanatban nem látjuk, de amennyiben a gazdaság is fölendül, addig utána ugyanúgy előre fog terülni ugyanez a cél Tehát az, hogy a célok itt kicsit változtak, és ezt a kicsit tábla toltátok, ennek elsődlegesen a, a gazdasági környezet alapítnak. Az oka. Igen, 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 én úgy gondolom, hogy ez az egyetlen egy ilyen dolga, és utána meg ugyanúgy majd, hogyha előre tud, a fő cél az ugyanúgy megmarad az, és szeretném mindenkinek jó lenne, hogyha egyszer Budapest is tudna olimpiát rendezni. Ez most, ez a, ez a távlati cél, ez mennyivel van szerinted eltolva egyébként? Hát nem vagyok gazdasági szakember, úgyhogy remélem, hogy minél hamarabb újra lesz. Ö ez az egész, ez, ez indokolta azt, hogy a mozgalomból, az Egyesületből alapítványá alakultak? Nem vetődött azt fel, hogy a kettőt párhuzamosan működtetnék? Én azt gondolom, hogy most koncentráljunk erre, hiszen szerintem ez a cél egy, ne egy nemes cél mert én azt gondolom, hogy minden ilyen sportolónak fontos az, hogy a hogy befejezi a pályafutását, ugyanúgy megtalálja a helyét a civil életben, és ehhez fontos az, hogy, hogy, hogy szakmát vagy egyetemet, főiskolát végezzen. Ez az alapítvány azt segíti elő, hogy támogassuk a, a, az ő tanulásaikat, és ez egy, ezért is álltam ez az ügy mögé, mert én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Én is sportoló voltam, hogy amikor abbahagytam, akkor legyen valami úgymond a kezemben, tehát hogy ne kerüljön az az embernek az eszébe, hogy úristen, akkor most mi lesz. Ja, ráadásul ugye ezzel az ösztöndíjjal nem azt akarjátok megoldani, hogyha egy sportoló már befejezte, akkor ott hirtelen segítséget adni neki, hanem egy időben, megfelelő időben belekezjen ebbe a dologba, vagyis jóval korábban. Mert hogy kik is pályázhatnak erre? Azért mondatod elejére, én szerintem nagyon fontos az, hogy az ember, amikor sportol, ugyanúgy, ahogy a versenyeire is tudatosan épül fel, ugyanúgy építse azt, és ez fontos neki, hogy, hogy amikor abba hagyja, akkor akkor legyen egy iránya. Maga az... Eh... Bocsáss meg, pontosan azért, amikor mondtad, ide bejöttél, hogy az előbb találkoztál a tanárúrral, mondta mondtad Tamásra, tehát hogy neked is már ugye ez az alapvető élvény meg volt, hogy miközben sportoltál, már nagyjából sejtetted, vagy voltak elképzelések, és aztán, nem mit fogsz csinálni? Igen, hogy Tanulni kell. Persze. Én szerintem is lehet is a kettőt együtt csinálni. Persze nehezebb, de én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. No, tehát akkor. No, ne? tehát akkor Igen. visszatérve a mostani alapítványra. Először is, ugye, Olimpiai Sportágok szövetségein keresztül lehet majd erre az ösztöndére pályázni, Mi azoknak, akik az a saját szakágukban, ugye, olimpiai kerettagok és utána ez a folyamat úgy fog ö, létrejönni, hogy utána bekerül így az alapítványnak a szakmai bizottságába, sportszakmai bizottságába, ahol most is már olyan emberek vannak benne, mint Kemény Dénes, Szabó de Kánoki, Kis Attila. nem akarom most felsorolni a Ők az fogják e majd elbírálni, a hogy a pályázatokat, a pályázatokat. és majd kerül a kuratóriumi tagok elé, és ők fogják majd a végső döntést. Ott se rosszabb megkartani. nevekkel, ugye? Igen, ez így van, hiszen az alapító Nyúl Sándor, Szalai Beze, Attila és Kulcsák Krisztián. No, most ugye egy 35 milliós alappal indultok. Ez honnan állt össze? Ez civil kezdeményezés alapján, tehát civil emberek adták össze ezt a pénzt. Tehát ez abszolút a, a nem állami, nem, nem pályázat, nem, hanem magánszférából magán jött össze. Én szerint, és ezt ki is emelném, ez egy fontos dolog, hogy vannak olyan emberek, akik fontosnak tartják a magyar sport ügyét, és ha így oktatáson keresztül is, de hozzájárulnak ahhoz, hogy később ugyanolyan sikeresek legyünk, mint például most Londonban és ez a, a BOM Magyar Sportért Alapítvány, e, ha jól értem, akkor a, ennek a pénznek, ennek az alapnak a bővítését sem, mint tudom, állami fá, forrásokra pályázva szeretné meg, hanem ugyanígy magántőké, Magán. újabb és újabb magántőkéket bevonva, igaz? Igen, mi nagyon szeretnénk, hogyha minél többen e, tudnának e, valamilyen szinten támogatni minket, minél többen csatlakozzanak hozzánk, akik egyetértenek ebben a kezdeményezéssel, és ugyanúgy fontosnak tartják a magyar sport ezen belül is az oktatás. Szerintem mind a kettő fontos dolog ahhoz, hogy utána az ember odaérjen a célhoz. Ez az induló 35 milliós alap, ez mire lehet elég? Hány sportoló támogatására? Pontosan nem tudom, tehát a, maga az alapítvány is az első, az 2013-as, 2014 es tehát a következő tanul éppen indulna, még föl kell vennünk ugye a szövetségekkel a, a, a kapcsolatot, meg kell állapodni velük, így pontos számot nem fogok tudni, tehát ez függ nagyon sok mindentől még. Mert arra nézvést van már valami elképzelésetek, hogy hogy egy-egy ilyen ösztöndi, az milyen összegű lesz, illetve az, hogy egységes lesz-e, tehát mindenki, aki pályázik, ugyanazt az összeget kapja, vagy pedig azért lesz szóródás tólig? Én szerintem szóródás lesz, egyrészt mert itt nem csak felsőoktatási intézményeket, hanem szakmát adó intézményeknek ben részvevő, már felvitelt nyert vagy tanulmányokat folytató sportolókról beszélhetünk. Ennek az, hogy ugye főiskolán belül is, főiskolákon és egyetemeken belül is a tandíj összege az tól ig határ, úgyhogy ugye azt gondolom, hogy ez egyénre szabott lesz. Ugye itt pályázni kell, tehát ti nem fogtok válogatni sportolók közül, hanem azok közül fog majd dönteni a bizottság meg a kuratórium, akik benyújtják a pályázatukat. Igen, pályázniük uh -huh. kell a sportolók. Igazából a pályázat, az, az, az miről kell, hogy szóljon számukra? Tehát, tehát le kell írni valahogy az elképzeléseiket a jövőjükről, meg... Hát pontos, hogy tudjuk, uh -huh. hogy melyik intézményben uh -huh. vannak, kell mellette egy szövetségi ajánlás, és ebben a kettővel, Ö, együtt kerül majd a, a sportszakmai bizottságnak ke, keretei közé, és ők uh -huh. majd kiválasztják azokat. Uh, arra majd szeretnétek ügyelni, mondjuk, hogy ne ö, tíz kajakosta jusson egy vívó? <gül> <gül> Tehát, nem, mondjuk, hogy hogyan osztanak a sportágok? Majd. Igazából a sportszakmai bizottságban ö, ö, egy kajakos lesz, de mindegy nagyon sokan vannak benne, és nem, nem, nem hiszem, hogy ez így lesz. Pontosan azért vagyunk ott. Pontosan azért vagyunk többen. Uh. Ez az ösztöndi rendszer, ez a következő olimpiáig történő szerződés lesz, de ugye azt láttam, hogy hogy évenkénti felülbírálás lesz, miért fontos? Tehát hogyha mondjuk valakinek visszaesik a teljesítménye, akkor puty, ugrott az ösztöndíj. Ez nagyon sok mindentől függ, tehát én azt hiszem, hogy ez is egy egyéni elberéres alá fog kerülni, hiszen az, aki mondjuk halaszt egy iskolát, vagy nem megfelelőképpen folytatja, én azt gondolom, hogy mivel ez magán embereknek a pénze, ezért sokkal több odafigyelés kell. Én azt gondolom, hogy ha valaki áldoz, az, az arra akar áldozni, és jó érdekében ére. Mindenképpen egy szoros, szoros együttműködést szeretnénk, hogy az, hogy, hogy a is érezze ennek súlyát. Tehát, hogy ő van, van, visszacsatolás folyamatosan, meg ellenőrzés, nem csak azt, hogy akkor megkaptam Én mindenképpen szeretném. Erikti. Azt mondd meg végül, hogyha nyilván ezt azért sok sportonak felkelti majd az érdeklődését. Szóval mikor indul a pályázat, meddig lehet pályázni, mikor fogtok dönteni? <hály> Nincsenek még, még ezek a pontos időpontok, úgyhogy Uh, egy, viszont van a BOM alapítványnak egy weboldala, és a Facebookon is ott vagyunk, ha már Tessék ilyen, ott figyelni, úgyhogy nyugodtan lehet, valamint a szövetségeknél is, hiszen uh, uh, ott is minél többen és több információt fogunk napra készen. Csak Kinga, akkor mert... sok sikert ez a kezdeményezés, ez mi meg majd figyeljük a fejleményeket, Jó. és visszatérünk rá. Köszönöm, hogy itt voltál. köszönöm.